edzel és edzést is tartasz itt az edzőtáborban. Melyik a fontosabb számodra? Egyértelműen az edzéstartás, ugye az utánpótlás nevelés. A felnőttek edzésén csak részt veszek, mint hobbista, úgymond, hiszen már réges-rég visszavonultam a versenyzéstől. Hány tanítványod van itt az edzőtáborban, és mire készültök? 12 tanítványom van itt, akik közül 7-en az utánpótlás válogatott tagjai, és hát egyértelműen az utánpótlás világbajnoksága. Hol tartottok a felkészülésben? Miben segít nektek a VB edzőtábor? Hát egyértelműen az alapozás részénél tartunk még, hiszen még 6 hét múlva lesz a világbajnokság, és hát meg a megfelelő kondicionális képességeket próbáljuk összeszedni. Melyik az a része, ami a gyerekeken is látható, hogy sokat segít nekik a fejlődésben, akár az edzésen kívüli munkában? Hát egyértelműen az, hogy itt másokkal is tudnak edzeni. Szóval itt nagy létszámban, ugye közel 90-en vagyunk, vagy 90-nél többen is leszünk, így a váltott ellenfeles küzdelmek, illetve a más stílusoknak a megismerése nagyon segíti a munkánkat. Köszönjük szépen, és engedünk tovább hobbi edzeni.